A háború kezdete után külföldre távozott ukránok mintegy kétharmada egyelőre nem tervezi, hogy visszatér Ukrajnába közölte szerdán az ENSZ menekültügyi főbiztosságának hivatala a külföldre menekült ukránok között végzett felmérés eredményei alapján. A jelentés szerint az ENSZ hivatala a kutatást 4900 jelenleg Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon, Moldovában, Romániában és Szlovákiában tartózkodó ukránok körében végezte május közepétől június közepéig. A megkérdezett ukránok többsége azt mondta, hogy szeretne visszatérni Ukrajnába, ha ilyen lehetőség adódik, de 65 továbbra is abban az országban kíván maradni, ahol tartózkodik. 9%-uk pedig egy másik országba költözést választaná. A fő tényező, amely őket a visszatérésre ösztönözné, a hadműveletek intenzitásának csökkenése. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának hivatala szerint körülbelül 5,6 millió ukrán maradt Európában abból a 8,8 millióból, akik február 24-e után lépték át a határt, és körülbelül 3,3 millióan már visszatértek. Ukrajnába.